Szintén napirend utáni felszólalásra jelentkezett Schmuck Erzsébet képviselőasszony, az LMP képviselője. Mire és miért vár a kormány a súlyos egészségi és környezeti kockázatot jelentő kiskunhalasi veszélyes hulladéktelep kármentesítését biztosító intézkedésekkel címmel? Öné a szó, képviselőasszony. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt ház! A rendszerváltás előtt Magyarországon a nehéziparnak a következtében nagyon sok területet elszennyeztek, nagyon sok terület maradt, ahol ott maradt a veszélyes hulladék és veszélyes anyagok maradtak ott, amelyek egyértelműen veszélyeztetik a környezetünket. A rendszerváltás után ezeknek a területeknek a kármentesítésére elindult egy országos kármentesítési program, amiről tudjuk, hogy sok-sok milliárd forintba került. Sajnálatos módon ezeknek a területeknek a kármentesítése a Fidesz kormányzásának az ideje alatt lelassult. Azt nem állítjuk, hogy nem történt teljesen semmi, de nem abban az ütemben halad, ahogyan kellene. Ráadásul azt is tudjuk, hogy a beruházásokat azt általában zöld felületeken valósították meg, ahelyett, hogy a barnamezős beruházásokat részesítették volna előnybe. Sajnos az utóbbi időben elég sok helyről érkeznek lakossági panaszok hozzánk, amelyek pontosan arról szólnak, hogy ott a közvetlen környezetükben már veszélyeztetve érzik magukat, arról szólnak ezek a panaszok, hogy ott a talajt és a természetes ivóvizet, talajvizet, azt elszennyezik ezek a területek. Sajnos azt is tudjuk, hogy ezek az örökölt szennyeződéseknek az a legnagyobb veszélye, hogy sokszor az emberi szem előtt azok rejtve maradnak a talajban, és hát eljutnak a felszín alatti vizekbe, és hát akkor válnak már egyértelművé, amikor közvetlen veszélyt jelentenek az élővilágra és az emberi egészségre. Tehát itt valamit biztos, hogy tenni kell. Viszont az különösen sajnálatos, hogy nem csak a rendszerváltás időszakában, tehát a rendszerváltás előtti időszakban történtek ilyen szennyezések, hanem a rendszerváltás utáni időszakban is újabbak keletkeztek. Sajnos ez azt jelenti, hogy ezeknek a megelőzésének az érdekében a kormányzat nem végez megfelelő munkát, és nem teljes felelősséggel véleményezi az ilyen kérelmeket. Erre példa a Kiskunhalas határában gondatlanul tárolt nagy mennyiségű veszélyes hulladék. Tulajdonképpen Kiskunhalastól, a lakóházaktól mintegy 100-150 méterre található egy ilyen veszélyes hulladék lerakóhely. Én nem régen személyesen is jártam ott, és saját szememben láttam, hogy a festékek, oldószerek, olajok, egészségügyi veszélyes hulladékok, laboratóriumi vegyszerek maradékait tárolják sérült, repett hordókban és műanyag tárolókban, teljesen szabálytalanul, szigetelés nélkül a puszta földön. Azt is lehetett látni, hogy a vegyi anyagok egy része kijutott a környezetbe, és a többi csak idő kérdése, hogy ami még ott van, az is kijusson. Azt is tudjuk, hogy az illetékes Alsó-Tisza-vidéki környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség annak idején civil szervezetek tiltakozása ellenére adta ki az engedélyt. A határozat több mint 400 féle veszélyes hulladék begyűjtésére és szállítására vonatkozott több tízezer tonna mennyiségben. Alig egy évvel később, 2011 elején szabálytalan hulladékkezelésért már több mint 85 millió forintos bírságot állapított meg a hatóság, ám ezt végül nem szabták ki a Bács Reál Kft-re, csak figyelmeztetést küldtek. A helyzet az azonban nem javult, így 2011 végén a környezetvédelmi hatóság illegális hulladéktárolás miatt betiltotta a cég további tevékenységét. A tulajdonos még akkor, azt azért tudjuk, hogy nagyon rafináltak és dörzsöltek az ilyen cégek, még 2014-ben más nevére íratta át a céget, a veszélyes hulladék pedig azóta is már sokadik éve állott elhagyatottan a telepen.
hosszú évek alatt bírságok, perek követik egymást, de úgy látjuk, hogy ez a megoldás szempontjából csak időveszteség. Azt gondoljuk, és ebben biztosak vagyunk, hogy nem lehet megvárni egy ilyen procedúrának a végét, mert ez idő alatt a kockázatok, a károk és a kármentés költségigénye nagyon drasztikusan nő. A veszélyes hulladékot, amit ott találhatunk ezen a telepen, haladéktalanul biztonságos helyre kellene szállítani és ártalmatlanítani, hogy a sérült hordókból ne szennyeződhessen tovább a környezet. Bízunk abban, hogy mi hamarabb a kormányzat dönt és megteszi a szükséges lépéseket a kár elhárítása érdekében. Köszönöm, Smuk Erzsébet képviselőasszony.